Újabb mérföldkőhöz érkezett a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése. Az önkormányzat 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyerte a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán. A beruházás legnagyobb volumenű része a bontásra ítélt korábbi baraképületek helyén épülő korszerű három darab új csarnok, összesen közel 4000 négyzetméter alapterülettel. Az ipari parkban 27 vállalkozás nagyjából 500 főt foglalkoztat, így fontos feladattá vált a működési feltételek javítása. Ezért járda a biztonságos közlekedés érdekében közvilágítás kialakítása vált szükségessé, ezzel együtt parkolókat is létrehoznak. Kettő új trafó is épül itt a helyszínen, úgyhogy az elektromosság rendelkezésre fog állni a villany, és gyakorlatilag még annyi, hogy földkábelba lett helyezve nagyon sok villanyvezeték és optikai kábel is, amely által területek szabadultak fel, plusz 3 hektár nagyságrendben, ezáltal hát így a terület is növekedett. Az új A, C és D jelű csarnokok kivitelezése az ütemtervnek megfelelően halad. A beruházás megvalósulását nagyban segítette, hogy a kormány közel 700 millió forint többlettámogatást biztosított a projekthez. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a következő 20 évben Szekszárd a lehetőségek városa lesz munkahelyteremtés, illetve ipari fejlesztés szempontjából. Valóban a szekszárdi gazdaság igényét, lehetőségét, igényét, illetve képességét mutatja meg, hogy szekszárdi tervezők tervezték meg, szekszárdi akadták be a pályázatot, és örömmel szolgál, hogy csak szekszárdi vállalkozás, illetve szekszárdi térséget lévő vállalkozások valósítják meg, véletlenül szekszárdi vállalkozások is fognak majd ide betelepülni. Mindegyik csarnok minimum 50%-os műszaki készültségi fokon áll, a vasbeton és lemez szerkezetek elkészültek, a tető és oldalfali szendvicspanel elemek telepítése zajlik a munkaterületeken, így a tervek szerint a projekt zárása szeptember 30-áig meg tud valósulni.